Ez most életvédelmi kérdés. Ezt nyilatkozta híradónknak dr. Bóka nincs Viktor jegyző március 1 amikor a Székesfehérvári képviselőtestület határozott arról, hogy az életveszélyessé vált Móri út 8 szám alatti épületből azonnal kiköltözteti a lakókat. A Kémény ZRT és az EON ZRT ugyanis felhívta a figyelmet a helyzet tarthatatlanságára. A szolgáltatók szakértői véleményéből kiderül, az épület életveszélyessé vált, a kéményekből a szénmonoxid visszaáramlott, és az illegális lekötések miatt érintésvédelmi gondok is voltak. Mára megérkezett a statikai állapotról szóló szakértői vélemény is. Az épület menthetetlen, így megkezdték hétfőn délelőtt a Móri út 8 szám alatti ház bontását. A szakemberek úgy vélik a hétvégére végeznek a rom eltakarítással.